György telep volt bányász lakásaiban 400 ember lakik. Az itt élőket az erdő természetes határa és a hosszú évtizedek alatt kialakult sajátos telepi életforma választja el a várostól. Jelen van az elszigetelődés valamennyi jellemzője. A lakhatási feltételek alacsony szintje, a bérjövedelem nélküli családok megélhetési gondja, az iskolai végzettség és szakképzettség hiánya, valamint a rossz szocializációs minta. Pécs városa, mint főpályázó, Benned a létre elnevezéssel indította el 2012-ben a Komplex teleprogramot. A megvalósításban konzorciumi partnerként vett részt a Baranya megyei kormányhivatal munkaügyi központja, a Tűr István Képző és Kutatóintézet, a Ketanipe Egyesület, valamint a Máltai Szeretetszolgálat, amely már 2007 óta jelen van a területen, és végez settlement típusú jelenlét programot. Kellett ez az 5 év bizalmi viszony, hogy én el tudjam érni azt egy családnál, hogy igen, akkor most van az, amikor 35-40 évesen beülök újra az iskolapadba, és ma még nem magad miatt teszed meg, hanem miattam, mert fontos a mi bizalmi viszonyunk, fontos a mi együttműködésünk, ma megteszed miattam. És amikor meg lesz a bizonyítvány, és elmész dolgozni, na azt majd már talán megteszed magad miatt és a gyerekeid miatt. Komplex teleprehabilitációs programról beszélünk, ami minden területét le kell, hogy fedje, azt gondolom, egy ilyen telepi létnek. És ez itt megtörtént. A közösségfejlesztés, a képzés, a támogatott foglalkoztatás, a lakhatási feltételek javítása és annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy egy megújult környezetben mentálisan, anyagilag is felkészülten élhessenek a telepi családok, ez mind a Komplex teleprogram elemeihez tartozik. A közösségfejlesztésben a Ketanipe Egyesület által szervezett klubok, valamint az iskolai esélyegyenlőség megvalósítását segítő tanodai programok játszottak komoly szerepet. Látom a fejlődést a gyerekek életében, a tanulmányi eredményeik javultak, és az, hogy egyszerűen elkezdenek köszönni a helyi idős, nem cigányéniknek. Ezt tudom, hogy nem indikátor, de nagyon fontos dolog, hogy eljutottunk erre a szintre. A Tűr István Képző és Kutatóintézet 3 képzést valósított meg. A betanított kőműves és festő szakmákat tanulók több mint 10, a gyakorlati oktatásban 10 telepi házat újítottak meg. OK és tanfolyam keretében erdőművelőket is képeztek, akik a telep határában is működő erdőgazdaságban szerezhettek szakmai gyakorlatot, és a megszerzett tudással saját lakókörnyezetüket is fásíthatták. Szintén OK és tanfolyam keretében takarítókat képzett a központ, akik a nyílt munkaerőpiacon is jó eséllyel indulhattak. Nagy Kata, a Ketanipe Egyesület, mint konzorciumi partner munkatársa, munkaerőpiaci koordinátorként dolgozik a projektben. 20 embert el tudtunk helyezni, azonban ehhez mindenképp kellett az, hogy az önkormányzat segítségével a városi cégek egyfajta társadalmi felelősségvállalás keretein belül fölvegyék ezeket az embereket. Emeljelek fel? Hát minek van neked a két kis lábocskád? Sárközi Józsefné Mónika családjában 5 gyermeket nevelnek. Mónika képzésen vehetett részt, amely után el is helyezkedhetett. Növénytermesztőként dolgozik városi cég alkalmazásában, a telepi üvegházban. Nem volt előtte munkahelyem, előtte otthon voltam a gyerekekkel, mert ők akkor születtek, és a férjem ment el velük Gyesre, így én mentem el erre a tanfolyamra, hogy el tudjak helyezkedni, dolgozni. De hát ugye az 5 gyerek mellett ez nagy segítség volt az anyagiakban is, meg hát azért jobb, hogy van munkahelyem. A Komplex teleprogram eredményeire építve György telepen egy következő nyertes pályázatból 26 telepi lakást újítanak fel teljesen, aminek következtében 114 ember lakhatási körülményei változnak meg gyökeresen. Fölkészítettük mi őket rá? Hát így most már föl. Tehát, hogyha szerez egy szakmát, el tud helyezkedni, dolgozni, és közben részt tud venni egy-egy adósságkezelő programba, akkor már merünk bevállalni egy ilyet, hogy rendben, szépek lesznek a lakások, minőségileg jobbak lesznek a lakások, ez többe kerül a családnak. Csak így lehet. Van egy jelenlétprogram, ami megalapoz egy bizalmat, erre ráépülhet egy szociális rehabilitáció. És akkor jöhet egy beruházásos projekt, amikor megújul a környezet, megszépülnek a házak, komfortossá válik az eddig
teljes komfort nélküli lakásállomány ezen a területen. Készült a Tűr István Képző és Kutatóintézet megbízásából, a Széchenyi 20-20 támogatásával.